Hetek óta nem hullott jelentős mennyiségű eső az országban, ez pedig a termőföldeken is érezteti hatását. A száraz időszak a betakarításnak ugyan kedvez, ahogyan a napraforgó és kukoricatermésnek is, az őszi vetésűeknél azonban akadályokat gördít azon gazdálkodók elé, akik a talajt szeretnék megművelni az apró magvak vetéséhez. Néhány szántóföldi növénynél már most látszik, hogy súlyosak a károk. A recét elvetettük nagyjából körülbelül annyit, amennyit szoktunk a megyében, ez egy 6000 hektár környéke, de már vannak benne sok olyan egyenetlenkedések, ami helyett mást fognak vetni. Ez körülbelül 1000 hektárt is elérheti a megyében, úgyhogy csökkenni fog ez a repcének a termőterülete. Közben itt lenne már a búza, a rozs és a tritikáli vetési ideje, de sok gazdálkodó kivár a csapadékra. A késlekedés azonban kockázatot is rejt magában. Minél később vetjük el ezeket az őszi vetési növényeket, annál többet kell vetőmagból használni, hogy már számítunk arra, hogy minden szem esetleg kifagyhat, vagy nagy lesz a fagyás, nem tud megerősödni, bokrosodni, úgyhogy már a költségesebb körülbelül egy ilyen hetenként 10 kilóval többet kell elvetni, mint ha optimális időben vetnénk el. Hát november 1-ig mindenképpen el kellene, hogy vessük az őszi vetésűeket. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint azt már most látják, hogy nem várható 100%-os betakarítás a földeken. Jelentős esőre ráadásul még néhány napig nincs is kilátás, amit tovább ronthat a helyzeten. Egy biztos, a gazdálkodóknak nem 2019 lesz a kedvenc évük. Idén a jelentős csapadékhiány és a hirtelen jött felhőszakadások, viharok is nehezítették helyzetüket.